35 ellógatták peszabotjukat az elmúlt hétvégén az iparcsatornába a Húsvét kupán. A versenyt 2003-ban rendezték meg először, így idén már 10 éves jubileumát ünnepelte a Gyárvárosi Horgász Egyesület hagyományos horgásznapja. A szervezők azzal a céllal keltették életre a nívós eseményt, hogy a gyerekekkel is megszerettessék a pecázást. És idén is sokan eljöttek, az alig néhány fokos hideg ellenére. 35-en vagyunk csak, de általában 40-45 fős ez a jellemző létszám. Ha teljes a létszám, akkor a hölgyek is vannak általában 8-10, tehát a fiatalokkal együtt. És hát a többi meg mind olyan amatőr versenyző, aki szintén a Gyárvárosi Horgász Egyesületnek a tagja, de jönnek vendégek is, szigetköziek, ezt is meg lehet, sőt, még Mosonmagyaróvárra is szívesen jönnek erre a versenyre. Hát röviden, tömören dióhéjba mi egyet szeretnénk, hogy ezt a 10 évet körülbelül még 10-szer megünnepelni, és akkor biztos, hogy nagyon szép eredményeket fogunk addigra elérni. A versenyzők szokás szerint több kategóriában indulhattak, a gyerekek és a felnőttek mellett a hölgyek is képviseltették magukat. A Győr Plusz stábja arra is kíváncsi volt, hogy létezik-e olyan megbízható technika, amivel jó sok halat lehet horogra akasztani. Technikám nagyon nincs, mivel horgászok, szokásos csonti, egy horog, spic vagy orsós bot. Tehát szoktam horgászni, körülbelül 3 éve csinálom ezt, így rendszeresebben. Medgyesi Attila idén is a rakósbottal pecázott. Ő az a horgász, aki miatt tavaly a szervezők egy külön díjat is alapítottak, ugyanis sikerült több halat fognia, mint a kihúzott horgászhely száma, a 35-ös. Tavalyi eredményemnek nagyon örültem, hát remélem az idén is tudok valami halat fogni. Hát ez azért nem mindennapos volt itt az iparcsatorna történetében ez a horgászverseny. Hát hozzá kell tennem, hogy az időjárás az most valószínűleg nem fog nekünk nagyon kedvezni ebbe az időben, ugyebár a halak nem szeretnek annyira enni. Az idei Húsvét kupa ismét nagy sikert aratott. Az igazi horgászokat jól láthatóan még a rossz idő sem tántorította el, nem úgy, mint a halakat. Azok ugyanis a szokatlan hidegben, ezúttal nemigen kaptak a csalira.